Fél év alatt 40 meccs, ennyi vár a Fátum Nyíregyházára a jövő héten rajtoló szezonban. A női röplabdások a Magyar Bajnokság és Kupa mellett a Challenge Kupában is indulnak, és a MEVZA tornán is részt vesznek. A Nyíregyházi Sportcentrum minden feltételt igyekszik biztosítani. A két röplabdát befejező játékos miatt egy picit szűk a keretén, ahogy látom. Ugye úgy vagyunk 12-en, hogyha az Akimovát is oda számoljuk, illetve hát van egy nagyon fiatal játékos is a keretben, sőt kettő, de az egyik mondjuk úgy látom, hogy effektíve kezdőjátékos lesz libaróként. Ha ezt nézzük, akkor a keret egy picit talán véknyabb, sőt nem talán, hanem biztosan, mint mondjuk a Békés Csabánál, Vasasnál vagy az Újpestnél, de a többiekkel föl tudjuk a keretnagyságát tekintve is venni a versenyt. Hogy elég lesz-e, az attól függ, hogy lesz-e sérülés. Ha nem lesz sérülés, akkor a végén azt fogom mondani, hogy elég volt, ha lesz sérülés, akkor viszont vékony lehet ez a jég. Nyáron Miskolcról érkezett két játékos a csapathoz, és egy trinidadi légióst is szerződtetett a klub. Tóth Fruzsina a saját utánpótlás csapatból került a felnőttekhez, és Erdősné Balog Erika is vállalta a játékot. Utóbbi a játékosok szerint tartást adhat az együttesnek. Én Erát nagyon szeretem, amikor a pályán van, segít, és érzem, hogy, hogy egybe tartsa a csapatot. Annak is örülök, hogy újra játszik, de nehéz lesz neki. A szakmai stábban is van változás. Kőhalmi Richárd munkáját edzőként Natalia Akimova segíti, de a feladóra játékosként is számíthat a tréner. Mi próbáltuk különböző módon segíteni ezt a monotonitásnak a mellőzését. A Bakosi Béla személyében egy nagyon jó atlétikai edzőt ismertünk meg már tavaly, és kértem most is a segítségét a munkába. Ő egy más személy, más munkát végzett a lányokkal, és ilyen dolgokkal próbáltuk egy kicsit színesíteni az edzéseket. A csapat 2-től csütörtökig Szlovéniában szerepel MEVZA tornán, ahol a házigazda Kramnyik és az osztrák Svehát lesz a Nyíregyháza ellenfele. A magyar bajnokság a jövő hét végén indul, amikor a Vasas látogat a Bemiskolába.